Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai sajtótájékoztatónk témája a brüsszeli Európa Uniós pénzelosztási mechanizmus és a korrupció ára Magyarországon. Át is adnám Gyöngyösi Márton Európa Parlamenti képviselőnek a szót, aki az Európa Parlamenti munkájáról, a pénzelosztási mechanizmusokról fog beszélni, pedig a magyarországi vetületéről. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait. Ahogy azt Lajos bemutatta, ugye az Európai Parlamentben nagyon-nagyon komoly munka folyik, hogy a koronavírus járvány okozta válságot követően az Európai Uniós tagállamoknak a gazdaságai minél előbb talpra álljanak, azonban arra is kell az Európai Uniós intézményeknek ügyelniük, hogy az európai adófizetőknek a pénze ne kerüljön olyan tagállamokhoz és olyan kormányokhoz, ahol ezeket a pénzeket rendszer szinten lenyúlják és eltulajdonítják. Magyarországgal szemben van egy nagyon komoly kritika, a magyar kormánnyal szemben van egy nagyon komoly kritika, mégpedig az, hogy Magyarország nem jogállam, Magyarország az egyik legkorruptabb állam, nem csak az Európai Unión belül, hanem világszinten is. Tehát, hogyha megnézzük a világszintű korrupciós indexeket, akkor ott Magyarország már egészen mélyre süllyedt, nem csak európai viszonylatban, hanem világszinten is. Márpedig az európai adófizetők nem szeretik azt, hogyha az adófizető pénzeik azok olyan helyre kerülnek, ahol nem hasznosulnak, ahol a tagállam polgárai, vállalkozásai, gazdasága nem gyarapszik, hanem egy ilyen oligarcha társadalom jön létre, vagy egy adott kormánynak a rokonsága és a baráti köre gazdagodik kizárólag belőle. Nem igaz az, amit az Orbán kormány állít, hogy a pedofil törvény elfogadása volt az ok, már csak azért sem lehetett ez az ok, hiszen fél évvel később fogadta el a magyar országgyűlés, vagy a fideszes parlamenti többség ezt a törvényt, minthogy megszületett volna a jogállamisági mechanizmus az Európai Unióban, vagy az európai intézményekben, amely kimondja azt, hogy az Európai Uniós forrásokat megvonják azoktól az országoktól, ahol nincs demokrácia és ahol nincs jogállamiság. A helyreállítási alap, amit az Európai Unió létrehozott 750 milliárd eurós forrásból, annak érdekében, hogy 27 tagállamot segítsen talpra állni gazdaságilag, ebből Magyarországnak 6000 milliárd forintnyi pénz jutott volna. Ez ugye minden tagállam pályázhat ezekre a pénzekre. Alapvetően a 6000 milliárd forintnyi összeg az fele részben hitel lett volna, amit hát közel 0%-os kamattal hívhatott le volna Magyarország kormánya, de erre már a kezdetek kezdetén azt mondta a kormány, hogy ő ezt nem kéri. Jól tudjuk, hogy inkább orosz, drágább, jóval drágább orosz és kínai hitelből kívánta volna pótolni ezt az összeget, de az Európai Uniós szinte ingyen hitelre 0-0-nál nemet mondott, és a másik összegre, tehát a másik felére, amit vissza nem térítendő támogatásként hívhatott volna le a magyar kormányzat, körülbelül 3000 milliárd forintnyi összeg, ezt pedig Magyarország kormánya nem tudja lehívni, mert nem bíznak meg benne az Európai Uniós intézmények. Magyarország elszigetelődött az Orbán kormány alatt, a magyar kormány nem tudja bizonyítani az Európai Uniós intézmények felé azt, hogy ezek a pénzek nem korrupciós csatornákban végzik majd. Az Európai Unióban nem bíznak már az Orbán kormányban, tudják nagyon jól, hogy Mészáros Lőrinchez, Tiborcz Istvánhoz és a szűk rokonsághoz és baráti körhöz kerülnek ezek az összegek, nem pedig a magyar vállalkozásokhoz, a magyar emberekhez vagy a magyar önkormányzatokhoz. És éppen ezért az Európai Parlament nemrégiben elfogadott egy olyan határozatot is, észlelve ezt a jellegű problémát, hogy Magyarországon pártszimpátia alapján osztják szét ezeket a pénzeket, például fideszes önkormányzatok kapnak pénzt,
a nem fideszes önkormányzatokhoz meg nem jut ezekből a forrásokból. Az Európai Unió ezt felismerve egy olyan jogszabályon dolgozik jelenleg, amely lehetővé tenné azt, hogy az Európai Uniós forrásokra az önkormányzatok közvetlenül tudjanak pályázni, vagy hogy legalábbis a kormányoknak az önkormányzatokat be kelljen vonni a pályáztatásba és a pályázati rendszerbe, hogy a pénzek ne az alapján kerüljenek szétosztásra, hogy hol milyen színezetű, milyen párthoz tartozó önkormányzat vagy polgármester van hatalmon. Tehát az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy megpróbálja a korrupciót kiszűrni, és a párt hovatartozástól függő pénzosztásnak is vége legyen. Ez meggyőződésem szerint nagyon jó, éppen ezért nagyon fontos az, hogy április 3-án egy olyan kormány kerüljön Magyarország élére, amely bírja az Európai Uniós intézményeknek a bizalmát, amelyik a korrupcióval szemben határozottan fellép, amely nem csak a magyar legfőbb ügyészt váltja le, aki a korrupciót fedezi Magyarországon, hanem csatlakozik az európai ügyészséghez is, amelynek az a legfontosabb célja, hogy az Európai Uniós források felett őrködjön, és vádat emeljen ott, ahol korrupció gyanúja fölmerül. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy április 3-án közösen kormányt váltsunk, ehhez nem csak listán lehet szavazni, hanem minden egyes választókerületben az egyéni jelöltekre is lehet szavazni. Itt a tapolcai választókerületben pedig Rigg Lajos az összellenzéknek a képviselőjelöltje, és Rigg Lajos a garancia arra, hogy ez a változás ebben a választókerületben megtörténhet. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, át szeretném adni a szót Rigg Lajosnak, hogy elmondja azt, hogy 6000 milliárd forint, ami egy roppant nagy mennyiségű pénz, az magyarországi szinten, vagy ezen a választókerületi szinten mi mindenre fordítható, az itt élő választópolgárok mi mindentől esnek el az Orbán kormánynak a tevékenysége és a korrupciója miatt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó híreket hallhattunk, hiszen hogyha az önkormányzatok direktbe pályázhatnának az uniós forrásokra az Európai Unión belül, akkor meg lehetne szüntetni azt az uranybátyám rendszert, amelyet jelen pillanatban 12 éve a Fidesz kormány fenntart. Fenntartja úgy, hogy a polgármesterek kezét fogva és azok véleményét kikérve uniós forrásokra csak úgy pályázhatnak, hogyha ő hithű Fidesz pártagok, miközben az ellenzéki városok, ellenzéki települések, vagy mondjuk a független, a tényleg független polgármesterek nem jutnak ilyen pályázati forráshoz. Mit jelent ez a 6000 milliárd forint, itt mondjuk Tapolca választókerületébe, Veszprém megye 3-as számú választókerületébe, minden egyes településnek hasonló gondjaik vannak. Belterületi utaknak a felújítása, esővíz elvezetési problémák, bicikliút felújítás és bicikliút létesítés, akár itt gondolok a Tapolca sümeg, akkor az Ajka padrakút folytatására, a Káli medence összeköttetése, Köveskál, Mincenkál, Szembékál, majd Monostorapáti bicikliútnak a fejlesztése, amely már több cikluson keresztül váratott magára, de beleértve az egészségügy fejlesztése, akár az Ajkai kórháznak a bővítése, fertőzőosztály felújítása, Tapolcai kórházba a meglévő osztályok újranyitása, vagy egyéb osztályoknak az indítása. Ez mind-mind olyan probléma, ami ebből a 6000 milliárd forintos összegből megoldható lenne. Április 3-án többfajta verzió van, hogy miért szavazzunk, vagy miért a másik oldalra. Itt a sajtótájékoztató témája, ugye állítsuk meg ezt az urambátyám rendszert, és állítsuk meg a korrupciót. Április 3-án dönthetünk arról, hogy egy korrupciómentes kormányt szeretnénk, vagy ott a másik oldal, hogy folytassuk ezt a korrupciót, amelyet a Fidesz kormány is folytat. A Fidesz kormány marad hatalmon, akkor a korrupció, mint intézmény, ugyanúgy hatalmon fog maradni. Ezt kell megszüntetni, mert ha ezt megszüntetjük, akkor az emberek zsebébe több marad, a települések fejlődhetnek, erre szavazunk április 3-án. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha ebbe a témába, vagy más témába kérdésük van, akkor nagyon szívesen válaszolok én, vagy akár Marci is.